Sziasztok, én Szőrről Éjjel vagyok az Efestekből, és most egy kicsit rendhagyó adás jön, ahol a Váltság Commandos mechanikus billentyűzetet fogom nektek bemutatni. 3, 2, 1. Már itt az elején leszögezném, hogy senki sem fizetett az adásért. A lead keresett fel, hogy lenne a kedve, amit teszhez, és én igen mondtam, mivel a jövőben tervezek egy kicsit gépes adásokat is csinálni. Na de nézzük, hogy mit is kaptam. Egy a Leet oldalán megvásárolható Wildchild Commandos névre hallgató mechanikus billentyűzetet kaptam tesztelésre. Természetesen ez az adás semmiféleképpen nem gamer oldalról közelíti meg az eszközt, hanem inkább egy dolgozó ember szeméből mutatom be nektek azt, hogy milyen ezt használni. Őszinte leszek, nem ez lesz az Ultimate vágó billentyűzet, de nem is akarja annak eladni magát. Mégis miért mondom azt, hogyha tehettem, ezzel dolgoztam? Megmutatom. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de egy mechanikus billentyűzetnek minden lenyomása egyfajta orgazmussal ér fel. Egyszerűen imádom. Nem vagyok egy nagy mechanikus szakértő, konkrétan ez az első ilyen a kezemben, amióta tudom, hogy léteznek ezek. Ugye ami ezeknek a lényege, hogy konkrét mechanika van a gombok alatt. De ugyanakkor ez a hátránya is, mivel ebből adódóan hangos. Azért mondtam az elején, hogy amikor tudtam, akkor használtam, mert estéként a szomszéd szobában alvó gyerekkel túl hangos volt. De erre van megoldás. Ezeknek a mechanikus billentyűzeteknek óriási előnye, hogy a mechanikák cserélhetőek. A The VR-éknak van egy videójuk, ahol komplett szét- és összeszerelést láthattok, és ott extrán halk mechanikus billentyűzetet rak össze a Jani. Tehát ha valakit zavar a hangossága, akkor erre is van megoldás. Ráadásul mivel ezek szabványos cuccok, hogyha veszel egy más billentyűzet alapot, akkor azokhoz tovább viheted a mechanikát. Kétfajta mechanikával rendelhető meg a Leet weboldalán. Nálam a kék switch van, ami a hangosabb, de van belőle piros is. Mint mondtam, nem vagyok expert, ezek a színek tudomásom szerint a hangosságot és azt jelölik, hogy mennyire lineáris a kapcsoló. Gamer csatornákon sokkal jobban ki vannak tárgyalva ezek a témák. Munka tekintetében baromi kényelmes volt használni, főleg mert magyar billentyűzet kiosztása van, tehát vannak ékezeteink is. Nem mondom, azért az extra billentyűzetek hiányoztak számomra, mint például a Numpad, de az egy olyan dolog, amit utólagosan is bármilyen márkától meg tudsz vásárolni magadnak, úgyhogy ez nem biztos, hogy hiánynak számít. Na igen, és a kihagyhatatlan pont, ez a billentyűzet világít. Én az a fajta srác vagyok, akinek minden RGB-ben úszik. De tudom, hogy sokaknak ez elég zavaró tud lenni, vagy nem preferencia. Ezért kell itt megemlítenem, hogy természetesen kikapcsolható a fénye, van egy fényérő állító gomb, amivel le lehet venni ezt a fényérőt. Na de ez nem RGB, vagyis annak látszik, de valami Rainbow néven fut. Ez azt jelenti, hogy nem az RGB ledek vannak mindenhova bekötve, hanem a színek pozíciói fixek. Vannak különböző előre beprogramozott fénymódok, és ezek tökre jó pofák, de az RGB színek pozíciója fix. Gondolom így érhető el az olcsó ár, én azt sajnáltam, hogy nincs benne olyan mód, hogy az villanjon föl, amelyik billentyűt éppen lenyomod. Lekapcsolt fényen ugyan rendes világítási körülmények között láthatóak a billentyűk, de egy kicsit gyengébb körülmények között már azért nehezen kivehetőek. De szerencsére, mint ahogy említettem, a fényerő az állítható. A billentyűzet kettő pozícióban állítható, az egyik a fektetett, másik pedig hátul két kis pöcök segítségével kicsit megdöntött. Nekem nagyon kényelmes volt a csuklóm számára a döntött állapot, én abban használtam. Kényelmes volt a gombkiosztás, azokkal nem volt semmi problémám, mondom számomra egyről a numerikus billentyűzet rész hiányzott, de az megvásárolható külön. Annak külön örültem, hogy a nyilak, előre hátra jobbra balra nyilak, azok külön egységként vannak kint és nincsenek beépítve ebbe a részbe, mert azért szoktak olyanok is lenni ebből. Amit még érdemes megemlíteni, hogy ugyan numpadunk nincsen, de van egy FN gombunk, aminek a megnyomásával az F billentyűzetek azok különböző funkciókat hoznak elő. Ilyen például a zene lejátszás, a hangerőnek a felleállítása vagy mutolása, leállítás, oda-vissza tekerés vagy play pause, ugyanilyen funkció az e-mail megjelenítés, a saját gépnek az előhozatala, vagy például egy számológépnek az előhozatala. Hát így nagyjából ennyi. Ez egy baromi jó árérték arányú mechanikus billentyűzet. Azok, akiknek megvan ez a klattyanás életérzés, nagyon tudom ajánlani. Magyar is, mechanikus is, nem nyeklik-nyaklik, jó az anyagszerkezete, világít, mi kell még 17.000 forintért. Ha megtetszett a videóm alapján, akkor megveheted a Leet oldaláról, link a leírásban. Ha tetszett az adás, vagy valamilyen kérdésed lenne, vagy valamilyen korrekciót mondanál, nyugodtan írd meg kommentbe. Viszont most nekem lenne egy kérdésem felétek. Titeket milyen ilyen gépes jellegű téma érdekelne? Inkább hardware, vagy inkább szoftver oldal? Várom a kommenteket a videó alatt. Köszönöm szépen még egyszer a Leetnek, hogy megkaphattam tesztelésre ezt a billentyűzetet, nekem egy élmény volt ezzel dolgozni, nagyon tetszett. Én Oliver voltam az Efestekből. Ha tetszett az adás, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornára, hogy minél több tartalmat gyárthassak nektek a jövőben. Szép fényeket mindenkinek, sziasztok! 3, 2, 1.